Konc Tibor nagy tiszteletű úrral sajnos már nem az első alkalommal beszélgetünk a temetői lopásokról. Pár hónappal ezelőtt a fém szeméttárolók eltűnéséről adtunk hírt. A jelenség sajnos nem állt meg, a tolvajok tovább garázdálkodnak. Ezúttal a sírgondozás segítő kutakat vették célba. De először is a fejlemények között még mindig nincs az, hogy érteném, hogy miért viszik el. Tehát ebben is változás. Továbbra is viszik a, a szeméttárolók is rekeszeinket. Továbbra sem értem, hogy miért nem hiszem, hogy akkora érték lenne, amit érdemes lenne innen elvinni. Hogy mekkora gondot okoz és mekkora bajt, ezt azért nagyjából mindenki hallja a városban. Én nagyon bízom benne, hogy utoljára fogunk ezzel kapcsolatban beszélgetni, és talán a kormányzat, meg a törvényhozás segít nekünk azzal, hogy a fém tolvajlásnak az értelmét, tehát az egésznek az alapját, a motivációját megszünteti. Az új jelenség az, ami igazán angasztó. A legnagyobb kárnikulában, amikor a leginkább arra lenne a szükség, hogy legyen lehetősége a, a kilátogatóknak meglocsolni a hozzátartozóiknak, szeretteiknek a, a, a sírján a virágot, akkor azzal játszanak emberek, hogy. Egyrészt eltömítik, tehát lehetetlenné teszik a használatát, aztán amikor mi leszereljük, akkor idővel még el is lopják, de mi folyamatosan pótoljuk, több százezer forintot erre mi rááldozunk, és azt azért bízom benne, mindenki látja, hogy nem hiába való a munkálko munkálkodásunk, mert többnyire azért visszajelzések pozitívak, és akkor ebbe egy általam érthetetlen és magyarázhatatlan, vagy anyagi haszonszerzés, vagy egyszerűen emberi butaság belerondít, és, és szerencsétlen hozzátartozók, amúgy is nagy a temető, több száz méter kell, hogy, hogy vándoroljanak egyik kúttól a másikig, és még akkor sem biztosak benne, vagy nem lehetnek biztosak benne, hogy ezt a másikat nem rontották el. Vagy nem lopták el azt is. Tehát aki ezzel játszik, ismételten mondom, már erről volt szó, hogy egy embernek a lelki világát, összességében egy, egy nemzedéknek a lelki világát, a legjobban az mutatja meg, ahogyan a temetővel az elhunytakkal, akik már nem tudnak védekezni, akik, akik nem ártottak senkinek, hogy azokkal szemben hogyan viselkednek, viseltetnek, és, és én azt gondolom, hogy ebben a helyet, hogy megváltozna az irány, inkább lefelé megyünk. Azért mondtam, hogy bízom benne, hogy nem lesz erre még egyszer okunk, hogy összejöjjünk, hogy, hogy valakihez, aki úgy érzi, hogy, hogy szólhat, vagy tehet, el fog érni ez az üzenet. Persze mi is teszünk ért, amellett, hogy folyamatosan pótoljuk, hát ugye a anyagi lehetőségeink ameddig engedik. Amellett kérjük az összefogást, kérjük az odafigyelést, megtettük a főjelentést a rendőrség felé, továbbiakban is minden apró dologra azonnal főjelentéssel fogunk élni. Biztos vagyok benne, hogy a rendőrség is másképpen néz azóta, többet fognak járőrözni. Én nekem meggyőződésem, hogy elég egy embert elkapni, és aztán a többi is meg fog változni, de inkább ne kellene nem álljanak meg ezek a bosszúságot okozó dolgok. Simon Sándor temetőgondok gondok szerint a temetői lop... Kutapások évekkel ezelőtt kezdődtek, elsőként a szeméttárolók estek áldozatul, mostanában pedig már minden, ami fémből van. Ennek múltja van azért, már igen, régről, de a feltűnőbb az utolsó egy-két pár év, ahol már tényleg annyira belenyúltak, hogy most már viszik a kukákat is, a fémből készült kukákat, lopják viszik, amire nem volt példa az előtt, akkor most már rákaptak a kutakra, ugye, hogy most már azokat lopják, sőt ez semmi, hanem lopják a koszorú tartókat, akkor a sírkerítéseket, és ezen egy csodálatos módon elő tudják készíteni, hogy először csak megfűrészelgetik őket, sőt már láttak, hogy és kisebb gyerekek előkészítették, hogy éjszaka megfogta és eltűnt. Hát nem tudom, mit lehetne el ellen tenni itt én azt gondolom, hogy itt csak összefogással lehet. Itt, aki észlel bármit a temetőbe, az kérem azonnal jelezze nekem. Telefonszámon kim van, kim vagyunk a temetőbe többen, és akkor talán valami fog változni. Nagy területről van szó, ezen több tároló és kut található. személy 20-22 darab van körülbelül kitéve. Ebből már vagy 8-10 darabot elloptak, ugye, amit pótoltunk is. nagy nehézségek ára, mert nem úgy megy, hogy fogunk, azt hogy a bódóba megyünk, mert ezt úgy kell csináltatni. Hát kútból az öt darab van, ugye egy fix, meg négy ilyen northern kút, amit 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 most rákaptak és elkezdik lopni, mint a hátameket is látszik itt, hogy ugye a kút helye van, már csak hűlt helye van meg. Ezeket még próbáljuk pótolni, megpróbáljuk, sőt a legtöbb az most ugye, hogy ö, arra kaptak rá, hogy teszik. olyan nagyobb kárt okoznak, mintha el, ellopja mert most el is szórták legutóbb is kapicsa, teljesen igaz, csak 15 ezer forint annak a felújítása, de ha a kutat újra kell fúrni, mert úgy teli vágják erről, akkor az, az, már majdnem 100 ezer forintos kárt okoz vele, és még ezzel is szórakoznak sajnos. A nyomókutakat a már betiltott ásott kutak helyett telepítették szert a temetőben. Az ásott kutat semmi nem lehet, azt is lefettük már, és ilyen nyomós norton kutat tettünk arra is, mert itt nyitottan ugye nem lehet kút. Nincs más megoldás, mert ugye vezetékes csak egyetlen egy van a temetőbe, egy nyomós kutunk, és csak így a nótunkutokkal lehet megoldani a vízvétel lehetőséget, hogy ne kelljen több száz métert gyalogolni. A kutak biztosítására jelenleg láncot használnak, valameddig be is válik, de félő, hogy nem sokáig. Most azt csináltuk ott az egyik kúttal már, amit visszaszereltünk, hogy ne tudja legalább hogy leláncoltuk, lelagatoltuk többszörösen, jó nagy vastag lánccal. Hát ha nem egy fényfűrészlappal vagy ö, 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 nagy vágószerkezteljön, akkor nem tudja elvinni. De hát itt mindent el lehet sajnos lopni. A lelkipásztor és a gondok az összefogásban látja az egyik lehetséges megoldást, bár az éjszakai látogató kell